Sziasztok! Remélem mindenkinek nagyon jól teltek a glamour napok. Ez most az én szerzeményeimet fogja bemutatni ez a videó. Én ugyan nem voltam sajnos Magyarországon, amikor folytak ezek a kuponos napok, de húgomat felhatalmaztam, hogy mindent szerezzen be nekem, amit csak szerettem volna, és mindent be is szerzett, aminek én nagyon-nagyon örültem, és innen is nagyon köszönöm neki, hogy mindent meg tudott nekem szerezni. És nem sokára egyébként lesz egy másik ilyen kuponos nap is, ez pedig a Joy napok. Már kapható egyébként az újság és a hozzá mellékelt kis kuponfüzet, amiben egyébként nagyon hasonló kedvezmények lesznek szerintem, és maga az újság ilyen 400-500 forint körül mozog, és rengeteg kedvezménnyel vásárolhatunk így, ha esetleg valaki nem ismerni ezeket a kuponokat. Akkor bemutatnék egy pár terméket most, hogy én miket szereztem be, és ezeket én nagyjából mindet tudom is ajánlani, hogy a következő ilyen alkalommal ti szerezzétek be. Nos, akkor bele is vágnék. Az első, az inkább legyen ez, ugyanis a nulladik napon vásárolta ezt a húgom, ezt a Nivea kétfázisú szemfesték lemosót, aminek az eredeti ára 1700 forintba került, így ugye 850 forintért tudhattam én ezt magaménak. Aminek nagyon örültem, ugyanis hiába az csak 125 ml-es a kiszerelése, de nekem az írtó sokáig elég, ugyanis én csak a szemfestékemet szoktam lemosni vele, de mindig kétfázisú szemfesték lemosóval mosom le a szemfestékemet, ugyanis így nem kell nyúzni a bőrömet, nagyon könnyen lejön, én imádom az ilyen olajos, amint láthatjátok, kétfázisú szemfesték lemosókat. És tényleg ilyenkor érdemes feltankolni belőlük, ugyanis 850 forintra szerintem alapból nem nagyon szokták ezt leárazni, főleg nem 1700-ról. Tehát ilyen max a legnagyobb akció szerintem ilyen 1000 forint körül van, de 850 forint az még ennél is olcsóbb és jobb ár, szóval mindenképpen ilyenkor érdemes ilyesmire beruházni. Hogyha esetleg nem próbáltátok, akkor és küzdködtök a szemfestéketekkel, akkor mindenképpen próbáljátok ki, mert nagyon jó, és amúgy nem zsírosítja a bőrt, nem okoz pattanásokat, és szerintem még ápolja is a szemkörnyéket, szóval ez egy nagyon jó kis termék. A következőt össze-vissza fogok haladni, bocsánat, tehát DM, Rossmann, minden lesz itt össze-vissza. Ugye akkor maradjunk ennél a vonalnál, a sminklemosásnál, ez ugye egy micellás víz, az egyik videómban már láthattátok, hogy ez a nagy kedvencem, nem is váltottam le semmi másra, ugyanis van ezen kívül még kettő fajta micellás víz, ebből is már van ilyen kétfázisú, meg van zsíros, problémás bőre, ez pedig a sima, egyszerű fajta, ez érzékeny bőre, én ezt szoktam használni, és nekem ez nagyon bevált, szóval nem nagyon szerettem volna kísérletezni, bár ez is 1700 forint helyett került 850 forintba, de úgy gondoltam, hogy nem szeretnék kísérletezni, mert tényleg ez nekem nagyon-nagyon-nagyon-nagyon bevált, és ezt tudom mindenkinek ajánlani, hogyha még nem próbált micellás vizet, akkor szerintem egy ilyet is szerezzem be az ilyen következő kuponos napok alkalmával, mert baromi jó, és a maradék sminket teljesen maradéktalanul eltávolítja, és tényleg olyan jó, friss érzetű lesz tőle a bőr. Jó, hát ezek voltak a arcápolási termékek, semmi más nem vettem, vagyis hogy hát a húgom, nem kértem semmilyen arckrémet, meg semmit. Elég kevés dolog van itt egyébként, és lesznek majd plusz dolgok, amiket nem most vettem, de mindenképpen ajánlom nektek majd, hogy ezeket nézzétek meg és szerezzétek be. De most akkor folytassuk azokkal, amiket megvásároltam. A következő egy hatalmas nagy kedvencem, egyébként ezt rengeteg mindenkinek a videójában láttam, hogy megvette. Ez a L'Oréal-nak a True Match alapozója, én is imádom, és egyébként próbáltam olyan sminket készíteni, amik így mellettem vannak, azokból a sminktermékekből. Ezzel vagyok most egyébként lealapozva. Nekem ez az árnyalat a 2.R, 2.C Vanille Rose, Rose Vanille árnyalat. Nem tudom, hogy szerintem semmit nem fogtok belőle látni, de belinkelem majd nektek, pontosabban leírom majd az infoboxba a pontos árnyalatnak a nevét. Ez nekem teljes mértékben illeszkedik a bőrömhöz. Egyébként talán még ennél is vannak világosabbak, legalábbis Angliában biztos. Szóval, hogyha valaki ott jár, ezt ugye itt vettem Magyarországon, mert hogy mondom a húgom, hanem én, ezt még egyszer elmondom. Szóval a lényeg az, hogyha esetleg itt nincs Magyarországon, és Angliába jár, vagy más országban, szerintem tuti Németországban is több árnyalat van, én Angliában rengeteg árnyalatot láttam. Tehát volt olyan árnyalat, ami fal fehér volt konkrétan. Tehát olyan fehér, hogy olyan fehér ember, biztos, hogy van, de nagyon ritka.
Tehát aki azt mondja magáról, hogy fehér, szerintem még az is, annak is nagyon-nagyon világos lenne az az alapozó. Nem tudom, hogy ez Magyarországon milyen színes skálán mozog ez az árnyalat, ennek a L'Oréal-nál, a L'Oréal True Match alapozóknál. Lehet, hogy ez a legvilágosabb, de egyébként nekem ez teljesen jó a bőrömre. És most nézem, hogy egyébként 17-es fényvédőt is tartalmaz. Én eddig ezt nem is láttam. És egyébként 24 órán keresztül hidratál, bár nem hiszem, hogy valaki 24 órán keresztül magá hagyja az alapozót, bár ki tudja, hogy kinek milyen a munkája, és kinek milyen hosszúságú fedésre van szüksége, ugye? Szóval ez most meglepetésként ért nekem, vagy engem is, hogy ez 17-es fényvédőt tartalmaz, ami plusz pont, és nagyon-nagyon jó. Egyébként ez egy 30 milliliteres kiszerelés, és azt hiszem, hogy Franciaországból származik. Nos, az alapozóról még annyit mondanék el, hogy szerintem jól fed. Nem tudom, hogy egy nagyobb problémás bőrre mennyire jó, hát nyilván kell egy erősebb fedésű korrektort szerezni, akiknek tényleg nagyon-nagyon sok a bőrhibájuk, de szerintem nagyon szépen fed, egyenletesen, és szerintem vetekszik a luxus kategóriás alapozókkal. Nekem van MAC-es, Estée Lauder, és szerintem ez nagyon-nagyon jó alapozó. Az eredeti ára 4200 forint volt, szerintem a DM-ben vett, igen, a DM-ben, és így 2100 forintért szerintem ajándék, és mindenképpen próbáljátok ki, mert baromi jó. Bár nagyon megoszlanak róla a vélemények, mert valakinek nagyon nem válik be, valakinek pedig óriási szerelem, nos, nálam az óriási szerelem jött létre ezzel a termékkel kapcsolatosan. Szerintem kuponosan 50% kedvezménnyel én mindenképpen beruháznék egy ilyenre a helyetekben. A következő is egy alapozó lesz, amit szintén a DM-ből választottam. Ez pedig a Max Factornak a pelsztikje. Igazából ez egy korrektor és alapozó, és egyébként, hogyha a bőrötöknél jóval sötétebbet választotok, akkor egyébként kontúrozni is jó vele. Szerintem ez egy nagyon-nagyon jó kis termék. Ennek az eredeti ára, azt hiszem, igen, 3200 forint, és így ugye 1600 forintért tudhatom én ezt magaménak. Egyébként ilyen stiftes állaga van, és szerintem írtó jó fedése. Nem matt, sajnos, tehát ezt le kell púderezni rendesen. Ez egyébként mondom, korrektornak is nagyon jó, és én amúgy alapozónak is nagyon szeretem, bár ez tényleg elég durván fed, szóval ezzel nagyon csinyen kell bánni ezzel a dologgal, és nem egy olyan könnyedebb, nem egy túlságosan könnyed alapozó, szóval ezt inkább tényleg ilyen alkalmakra tudom ajánlani, és főleg azért is jó, mert pici, nem törik össze, nem folyik ki a táskádba, könnyen lehet korrigálni, főleg annál, aki mondjuk allergiás, vagy meg van fázva, mint most például én is sajnos meg vagyok fázva, az lehet, hogy hallatszódik is a hangomon, akkor csak így kitekeritek, így bekeritek az orrotokat, el tudjátok dolgozni a kezetekkel is nagyon könnyen, és kész a sminketek, és tényleg nagyon-nagyon könnyen lehet. Tehát ez arra is jó egyébként, hogyha tényleg egy ilyen sminkorrigálás és 1600 forintért, ez egy nagyon-nagyon jó kis cucc. Egyébként nekem pedig ez a 12-es True Beige árnyalatban van meg. De mondom, én majd tervezek egy jóval sötétebb árnyalatot is beszerezni, és akkor kontúrszínnek ez a baromi jó lehet. Tehát például az arra is mindenképpen tudom ajánlani. És egyébként nekem már volt ilyen, nem is egyszer, és elég sokáig kitart ez is. Nos, a következő pedig a Miss Sportinak az Insta Glow primere. Ez egy 30 ml-es, hát nem egy túl nagy, de hát végül is nem kell pocsékolni belőle. Én ezt még nem túl sokszor próbáltam ki, csak egyszer-kétszer, így megmondom az őszintét, de már első alkalommal lehetett látni, hogy baromi jó dolog. Tényleg az eredeti ára is 1200 forint, ez a Rossmannból van, és egyébként volt egy olyan kupon, ami 25%-kal olcsóbban vehettünk meg ugye sminktermékeket, és ugye plusz hozzá lehetett csapni a 10%-os Rossmann kupont, és ugye 35%-kal olcsóbban lehetett megvásárolni bármilyen sminkterméket, és bármennyit, szóval ez tök jó volt. Így 780 forintért sikerült ezt a hugomnak beszereznie nekem, és szerintem ez nagyon-nagyon jó kis tudsz, ezt én mindenképpen kipróbálnám a helyetekbe, és hogyha nincs rá kupon, akkor esetleg akkor csak úgy 1200 forintért is, de ha van 10%-os kuponotok, akkor ugye 1080 forintba kerül. Szerintem egy 1000-est ráadozni erre megéri, mert jó dolog. Egy ilyen rózsaszín kis csillogós termék található a tubusban,
és tényleg ilyen nagyon szép finist ad a bőrnek, és utána, ahogy ráteszitek az alapozót, még alatta is ugye így megcsillantja az alapozót, de mondjuk eleve ez a L'Oréal, ja igen, és ezt is feltettem ugye az alapozó alá, eleve a L'Oréal egy picit ilyen csillogósabb alapozó, ami szerintem egyébként nem látszik. Valaki azt mondja, hogy iszonyatosan látszik, nálam nem látszik, de ilyen tényleg egészséges bőrképet ad, és szerintem ez egy nagyon-nagyon jó cucc, és ahhoz képest, hogy milyen olcsó. Tehát tényleg én ennél csak jóval drágább társainál láttam ilyesmit. Hát ugye nekem van a Primarkos, amit kb. Ilyen 1 fontért vettem, hát az nem ennyire jó, tehát ez sokkal-sokkal jobb. Szóval én ezt mindenképpen kipróbálnám a helyetekbe, főleg, hogyha esetleg még kupon is van rá, akkor ilyen 700 forint körül mozog, mondom, annyiért mindenképpen szerezzétek ezt be. Nos, a többi mind lovely termék lesz. Az első, amit már rég ki akartam próbálni, ez így elég érdekesen néz most ki. Szóval ez a Lovely-nak a highlightere, amiről rengeteget hallottam már, hogy mennyire jó. Megmondom őszintén, megoszlik a véleményem róla, ennek az a silver árnyalatú van meg egyébként, mert van egy gold, meg egy silver árnyalat. Ez eléggé porosodik, ami nem tudom, hogy mennyire látjátok, de eléggé poros. És jó, de néha nem tetszik, néha tetszik, szóval eléggé vegyes, de egy kicsit csillámos, nem az a nagyon-nagyon extra fényes, tehát inkább egy picit ilyen csillámos és fényes, tehát nem rossz, de valami ennél fényesebbre gondoltam én. Ennek az eredeti ára egyébként, itt van mellettem a blokk, hogy itt tudjak puskázni, ennek az eredeti ára 850 forint, szóval nem egy nagyon nagy összeg, szóval még ebből lejön a 35%, és így láthat, nem tudom, hogy látjátok-e. Fú, az a baj, hogy nem vagyok tisztában a kamerának az adottságaival sajnos, és lehet, hogy több béna vagyok, és ha fölkenitek a bőrötökre, amúgy csillog, csak nem tudom. Tehát így most is nézegetem, és nem az, amire én vágytam, ez a fényes fajta, hanem olyan máshogy fényes, inkább csillogósabb, egy picit csillogósabb, mint fényesebb. De amúgy nem egy rossz dolog. Talán ez az, amiben egy nagyon-nagyon picit csalódtam, egyébként jó, meg egynek jó, főleg az ára miatt, de hát nem tudom. Lehet, hogy ezt nem venném újra egyébként, most nyilván használom, meg lehet, hogy el is fogom használni, mert nem tudom, hogy valaki el tudott a highlightert használni, de nem ez lesz a kedvencem szerintem. Talán ez a leggyengébb láncem az összes közül. A következő egy szempilla spirál. Ez a sárga, erről biztos láttatok már videót, blogbejegyzés, bármit. Ez egy nagyon jó kis szempilla spirál, egyébként önmagában nem egy nagy cucc. Nekem önmagában ez nem elég, viszont nagyon szépen szétválasztja a szempillákat, tényleg íveli. Feketének annyira nem fekete, viszont alsó szempilláknál tökéletesen beválik, tehát alsóknál például egy maszatolósabb szempilla spirál már nagyon nem jó, tehát ami tényleg fent a felső szempillasort szépen megdúsítja, meghosszabbítja, azok általában az a tapasztalat, hogy a lentieket nagyon összekenik, ez tökéletes a lenti szempillasorra. Egyébként ez egy ilyen görbített kefés, szilikonos kefés szempilla spirál amúgy. Ennek is az eredeti ára 900 forint, igen, ennek 900 forint az eredeti ára, és ugye ebből is lejött a 35%. Nekem ez már nem tudom, a körülbelül a harmadik vagy negyedik ilyen spirálom, én ezt mindig újra veszem, mert tényleg egyébként, mondom, ha nagyon összecsomósodik a szempillám a szempilla spiráltól, amit felvittem, akkor ez tök jól szétválasztja egyébként a szempillákat. Szóval ez nálam egy ilyen szempilla fésűként funkcionál, illetve az alsó szempilla sornak a festésére. Az utolsó kettő pedig egy termék, csak kettő különböző színben, mégpedig az Extra Lasting hosszantartó ajakkrém. Az egyik az 1-es, a másik pedig a 3-as árnyalatban. Hát ezek írtó jó rúzsok egyébként. Mind a kettőt próbáltam. Egy idő után hajlamosak egyébként sajnos összegyűlni a szájon, és újra kell frissíteni, elég nehéz leszedni és újra kenni, de megéri szerintem vele vesződni, mert nagyon-nagyon jók. Most nem tudom, tudok szvacsolni, igen. Ez egy picit ilyen sötétebb rózsaszín árnyalat. Ez pedig egy piros, mind a kettőt most felkerem, hát nem tudom, hogy fogom utána leszedni, tehát erre nem is gondoltam. Ez egy jóval pirosan, így látszódni fog. Így néz ki a kettő a kezemen, és szájon is. Tehát szépen megszárad, matra,
és hát gyönyörűek egyébként. Tehát aki követi Instagramon, az a pirosat mindenképpen láthatta a számom. Bár nem értem oda, hogy ez van rajtam, de nemrég töltöttem fel egy képet, amin egy autóban ülök, és kereknapszemüveg van rajtam, és azon ez a piros ajakrém van rajtam. Ez talán lehet, hogy ezzel is töltöttem fel képet, de a pirossal mindenképpen arra emlékszem. Nos, ja, és ezeknek az eredeti ára mennyi is? 650 forint. Szóval az eredeti áruk is nagyon olcsó, de így még, hogy lejön belőlük a 35%, én mindenképpen ajánlom, hogy próbáljátok ki. Amúgy 3 árnyalatban kapható, szóval ha valakinek beválik, akkor a harmadikat is ajánlom, hogy vegye meg, nem tudom, nekem az a kettő volt az, ami nagyon tetszett. Szóval ezek nagyon nagy kedvenceim lettek. Nos, a következő 3 terméket pedig nem most vettem, de ezeket mindenképpen ajánlom, hogyha most jönnek a Joy napok, akkor ezeket mindenképpen szerezzétek be, mert ezek nekem óriási kedvenceim. Az egyik a Maybelline The Nudes palettája, a sima, egyszerű, hagyományos, nem az új rózsaszín, hanem a sima, egyszerű, hagyományos palettája. Ez egy nagyon-nagyon szuper paletta, egy kicsit porosodik egyébként, de tényleg csak minimálisan, amennyire kell. Van már egy applikátor, ami végül is a javítgatása nem egy rossz dolog, de amúgy semmire nem jó. Szerintem gyönyörű sminkeket lehet vele készíteni, én hallottam róla negatív véleményeket, nekem nincs róla negatív véleményem, csak jó. Ja igen, és egyébként ez is látható most rajtam, nem tudom mennyire sajnos. És a sminkemet is például ezzel a színnel készítettem el, ami itt látható, ez van itt a külső szemzugban. Hát szerintem ez egy nagyon-nagyon-nagyon fantasztikus paletta, én az összes színt imádom benne. Nekem extra pigmentált, tényleg nem tudok ezzel mellé nyúlni, akármilyen sminket készítek, nagyon jól néz ki, és tényleg sokkal profibban néz ki, mint bármelyik másik palettámhoz nyúlni. Ez nekem a legkedvencesebb palettám, és ezt mindenképpen ajánlom, mert talán így kuponnal 2100-2200 forint körül mozog az ára, és ez egy nagyon-nagyon jó paletta. Tényleg kis helyen elfér, igényesen néz ki, a színek benne csodálatosak, tökéletesek, hétköznapi, illetve alkalmi sminkeket is lehet vele készíteni, szóval én ezt mindenképpen nagyon-nagyon ajánlom. A következő, ezt nem tudom, hogy lehet-e Magyarországon kapni, mert egyébként ezt sajnos Angliában vásároltam, de előfordult, hogy már itt is van. Ez a Color Maybelline termék szintén, a Color Tattoo-ja, mégpedig a matt árnyalat és a Cream the Rose a 91-es színben. Ez egy gyönyörű, szép, rózsaszínes, nude, ugye, árnyalatú, matt szemhékrém, hát valami csoda szép, én nem tudom, hogy látjátok-e. Lehet, hogy annyira messze mutatom, hogy amúgy semmit nem láttok belőle, de ez egy nagyon-nagyon-nagyon szép rózsaszínes, nude, halvány, matt, és most egyébként ez van az egész mozgó szemhéjamra felvéve ez a szín, és imádom, gyönyörű szép, és a kolortatóknak az eredeti ára ilyen 5-600 forint körül van, tehát, és ez rengeteg van benne, szóval én ezt mindenképpen, én elvel szeretem a kolortatókat, de ez az egy kedvenc színem, és hogyha van Magyarországon is, akkor mindenképpen csapjatok le rá az ilyen következő alkalommal. Az utolsó sminktermék, amit szintén nem most vettem, de én ezt mindenképpen ajánlom mindenkinek, szintén egy Maybelline termék, mégpedig ez a Lash Sensational szempillaspirál. Szerintem az egyik legjobb. Nem kell megijedni tőle, ez egyébként most ez van a szempilláimon is. Tehát mondom, próbáltam olyan sminket készíteni, amik itt láthatóak mellettem azokból a dolgokból. Ez egy szilikonkefés, hajlított, és görbített kefés szempillaspirál. Először rengeteg festéket veszel, mert gyűlt vele a bajom egy darabig, de egy idő után viszont gyönyörű szempillákat lehet vele készíteni, tényleg. Tehát ezzel, ez egy hibátlan szempillaspirál, szép, fekete, ívelt, hosszú, szétválasztott, dúsít, minden. Tehát nekem ez az egyik kedvenc szempillaspirálom, de amúgy én imádom Maybelline-nek a szempillaspiráljait, mindig Maybelline szempillaspirálhoz nyúlok. Bár néha elcsábulok a L'Oréal-nak a kettős végű szempillaspirájai iránt, aminek ez egyik fele fehér, a másik fekete, mert azok is iszonyatosan jók egyébként. De ha nem azt választom, mert az egy kicsit borsosabb árú, akkor mindenképpen egy Maybelline darabot, mert így fél áron ilyen 1000 forint körül meg lehet őket kapni, ami szerintem nagyon-nagyon jó ár.
Az utolsó termék, ami tényleg már az utolsó, ez pedig a Parfois-ban vásárolta a húgom. Ilyen gyönyörű szép papírszatyrot lehet egyébként kapni ott. Szeretem ezeket megtartani, mert tényleg olyan szépek és jó rájuk nézni. Ez pedig egy régi, nagy, hát igen, az, hogy álom, az túlzás, ugye nem tudom magam jól kifejezni, mostanában úgy látom. Szóval ez már régóta nagyon-nagyon kerestem egy ilyen táskát. Ugye a Parfois-ban többnyire táskákat lehet kapni, a Parfois-t egyébként az Arena Plaza-ban, illetve a West End-ben találjátok meg, és láttam, hogy van a Joy újságban is Parfois kupon, szerintem ez egy 20%-os kupon lesz, ugyanis a Glamourban is 20%-os volt a kupon. Így ezt a táskát választottam, ez pedig egy gyönyörű, szép, csokoládé színű hátizsák. Már nagyon régen kerestem egy szép, elegáns hátizsákot, ugyanis mindenhol ezek a sportosabbak vannak, meg mindenfélék, és én szerettem volna egy olyat, ami elegáns, és akár fel lehet venni magas sarkúhoz is. Nos, ez pont egy olyan darab, gyönyörű, extrém szép tényleg ez a hátizsák. Most egyébként tele van, mert most ehhez az outfithez is ezt választottam, és tényleg nagyon-nagyon szép, patentokkal van egyébként ellátva, és van benne egy plusz dolog, ami még jár hozzá, az egy ilyen kis beépített kis mini pénztárca, amiben ilyen értékeket lehet rakni esetleg, és így hozzá lehet csatlakoztatni, amúgy ezt ki is lehet lógatni, csak én most eltettem, mert nekem nem tetszik így kilógatva belőle. Hát én imádom ezt a hátizsákot, egyébként volt egy világos barna színben is, amúgy a honlapján fent van az összes, beültitek, hogy parfois. Nem tudom, én rákerestem a magyar oldalára, és beütöttem, hogy hátizsák, vagy nem is tudom, hogy lehet, hogy backpack talán angolul, és úgy kidobta az összes hátizsákot, de hogyha bementek a Parfois-nak az üzletébe, ott úgyis csak azt tudjátok megvenni, ami ki van rakva. Hát ez gyönyörű, és egyébként nagyon jó ez a táska, hát itt meg is próbálom nektek megmutatni, át lehet alakítani sima, rendes, pántos táskának is. Tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó vétel, szerintem mindenkinek tudom ajánlani. Az eredeti ára 9000 forint, így 7200 forintért lehet hozzájutni, ugye 20%-kal olcsóbban, ami szerintem egy ilyen hátizsáknál, tényleg egy ilyen elegáns kis fazonnál, szerintem ez egy nagyon jó vétel, tehát egy nagyon jó ár, és én mindenképpen tudom ajánlani. Én imádom ezt a táskát, tehát annyira szép, és tényleg mindenhez megy, hogy az nem igaz, tehát már rég kerestem egy ilyet. Nos, és biztos vagyok benne, hogy erről a kevés termékről is rengeteget tudtam beszélni, és hát köszönöm szépen, hogy ebben a videóban is velem tartottatok. Sziasztok!